A hagyományokhoz hűen a Tarsoly Ifjúságért Egyesület, a Raoul Wallenberg Egyesület és a Székesfehérvári Zsidó Hitközség szervezésében emlékeztek meg a Wannsee konferencia 81. évfordulójáról. Herzog Edit korábbi LP képviselő a Tarsoly Egyesület tagjának köszöntőjét követően Váci Márk történész a Hitközség Várkörúti székházában idézte meg a holokauszt történéseit. 1941-ben összeült tanácskozás a náci párt legfelső vezetésének a következményeit tekintve a legsúlyosabb döntésekkel járó konferenciája, ülésezése volt, ahol az úgynevezett Endlösungról, tehát a zsidó kérdés megoldásáról döntöttek, ugye Heinrich Himmler, Adolf Eichmann és egyéb magasrangú vezetők részvételével történt ez az úgynevezett tanácskozás, ami aztán emberéletek millióit követelte, pontosabban az itt hozott döntések. Barna Ágnes, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke is felidézte a koncentrációs táborba hurcolt honfitársaink emlékét. Beszédében kitért arra is, hogy nem csak a zsidó közösség szenvedte meg a magyar kormány döntését, és a túlélők nevében kiemelte a gyilkos ideológia elutasítását. Nem szabad, hogy a holokauszt egy történelemmé váljon. A országos főrabbi Fröhlich Róbert szavaival élve, tehát hogy mint egy mohácsi vész, tehát ez nem szabad, hogy elsikadjon, erről meg kell, hogy emlékezzünk, átadjuk a utódainknak. Van egy ilyen parancsolat is, hogy add át fiaidnak. A megemlékezést követően az emlékezők az elveszett lelkeket szimbolizáló köveket és mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatán.